Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink! Kazinc Barcika Város Önkormányzata és a Barcika Árt Nonprofit Kft. Nevében szeretettel köszöntöm Önöket, Bérős János, nívódíjas festőművész, Lélekőrzés című kiállítás megnyitóján. Nagy szeretettel köszöntök minden kedves barátomat és látogatót! Hát egy képzőművész életében nagyon boldog nap, amikor felkérik egy önálló kiállítás lehetőségét, felkínálják. Én nagyon szépen köszönöm legelőször is Ursuszné Blága Krisztinának a lehetőséget. Külön köszönöm a profi csapatának és kedves barátomnak, Kőhamé Zolinak a rendezéshez nyújtott segítséget. Nem szokványos, hogy a művész nyitja meg a saját kiállítását, erre nekem van egy nagyon jó okom. A korábbi tapasztalatokból azt vettem észre, hogy a megnyitón mindig megpróbálják kitalálni, hogy mit gondolt a művész. Ez többnyire nem szokott sikerülni, ugye egy egyszerűbbnek gondolom, ha elmondom, hogy én mit gondolok. Ma képzőművésznek lenni, egyáltalán művésznek lenni nagyon nehéz feladat. Nagyon nehéz a hétköznapok szürke, taposó, normál már megfáradt emberek lelkét megérinteni. Megajándékozni egy olyan élménnyel, ami kiszakítja őket, ha csak egy kiállítás erejéig és a valóságból feltölti a lelküket. Talán ezért is adtam a kiállításnak azt a címet, hogy lélekőrző. Én úgy gondolom, hogy ha megnézik a gyerekeket, mennyivel világosabban és tisztában tudnak rácsodálkozni zenére, színes virágokra, a világ apró csodájára. Felvesz egy érdekes formájú követ, játszik vele és boldog. És valahol meg kellene őrizni ezt a léleknek a velünk született szépre vágyását, ami felnőttként elég rendesen háttérbe szorul, pedig nagyon sok embert ismerek, akinek nagy szüksége lenne erre. Amikor volt az életemben egy olyan időszak, föltették nekem most a kérdést a riport kapcsán is, hogy volt egy olyan időszak, amikor kétségeim voltak afelől, hogy vajon a ma emberének mennyire van szüksége a művészetre, mennyire kell a művész, mennyire kellek én, vajon tudunk-e valami olyat adni, abból az örömből visszaadni, ami akkor ér minket, amikor elkészül egy alkotás. Fel tudjuk-e frissíteni a lélek erejét? Erre nagyon sokáig nem tudtam számomra elfogadható választ találni, de aztán a sorstól kaptam egy mondatot. Ezt én most önöknek adom. 11 évvel ezelőtt volt egy önálló kiállításom a Tiszaújvárosi könyvtárba, ahol a megnyitó után azt vettem észre, hogy egy nagyon kedves idős őszhajó néni nagyon alaposan, többször végignézte a kiállítást, majd odajött hozzám, rám tette a kezét, rám nézett és azt mondta, édes fiam, a művészet arra való, hogy leporolja az emberek lelkéről a hétköznapok szürke porát. Reményeim szerint ez a kiállítás képes erre. Ha ez így lesz, akkor biztosak lehetünk, legalább mi, akik itt vagyunk, biztosak lehetünk abban, hogy élményekkel gazdagabban és talán egy kicsit boldogabban megyünk innen haza. Én arra szeretnék kérni mindenkit, aki itt van, hogy ossza meg ezt az élményt a barátaival, a családjával, hozzá el őket ide erre a kiállításra. Ők is fürdessék meg a lelküket a művészet gyógyító varázslatába. Én itt be akartam fejezni igazából, de eszembe jutott valami, azt mindig is nagyon szerettem volna elmondani. Tudniuk kell, hogy a művészek, de főleg a képzőművészek nagyon nagy lelkű emberek. Nagyon nagy lelkűek, mert nagyon nehezen élnek meg abból, amit csinálnak, és ennek ellenére hihetetlen szívvel és lélekkel szeretnének adni. Legalább azt az örömet, amit ők akkor éreznek, amikor elkészül egy-egy mű. És ha nem pénzért, akkor azért a szeretetért, azért az elismerésért, amit kapnak a közönségtől. Erről a nagy lelkűségről meg eszembe jutott jó néhány évvel ezelőtt, én ilyen négy soros kis versikéket írtam. És pont van egy ilyen, ami a nagy lelkűségről szól. Én ezzel szeretném zárni, ha megengedik. Tanulj meg adni csendben szerényen, adj magadtól, hogy kérni se kelljen. És ne legyen rá büszke senki, aki adja. Csendben örüljön, ha elfogadja. Én ezt a kiállítást adom önöknek. Legyen benne annyi örömük, amennyi nekem volt.
Köszönöm. Kazinc Barcika Város Önkormányzata és a Barcik Árt Nonprofit Kft. Nevében szeretném az itt kiállított munkákat megköszönni Véres Jánosnak.